Dömpingszerűen indultak el az év elején az építkezések, ezt érzékeli ez a tüzép is. Mintegy 28%-kal több a megrendelés az építőipari alapanyagokra. Nagyobb részt a magánerős, új társas és családi ház építéshez szállítanak alapanyagokat. A beruházók sokszor azzal találják magukat szemben, hogy egyes anyagokból már-már a megnövekedett igényeknek a gyártók sem tudnak eleget tenni, és bizonyos építőanyagokból hiány van. Amit most tapasztaltunk, a pince készítés, az a zsalúelemek, amikkel találkoztunk, hogy hiány van, illetve a szigetelőanyagokra is sokat kell várni, gondolok itt a utólagos hőszigetelésekre, a falaknál a polisztirol termékekre. Az új, de a felújításra váró lakásoknál is a hőszigetelésre használt korszerű anyagok iránt nagy az érdeklődés. Sokszor heteket is várni kell a szállításra, ezt figyelembe kell venniük a kivitelezőknek. Új lakások Nyíregyházán is szép számban épülnek, itt például egy 25 lakásos társasházat építenek. A kivitelező szerint az alapanyagok ára a beruházási kedv fellendüléséhez köthető. A gyártók is ki voltak már éhezve, ugye hosszú idő után arra, hogy végre emelsenek egy kis árat, és most látták eljönni ezt az időt, amikor hozzányúlhatnak az árakhoz. Ez általában egy olyan 5-10% közötti áremelést jelent. Volt egy-két eltérő, egy kicsit durvább. Nyilván vannak olyan építőanyagoknak, amelyeknek nem mozdult az ára, de azért a jellemzően egy ilyen 5-10% közötti áremeléssel számolhatnak a vásárlók. Az új lakások és családi házak piacán is tapasztalható áremelkedés. A kivitelezők szerint nem csak a drágább építőanyag miatt kerül többe az új lakások négyzetmétere, hanem a beruházóknak kalkulálniuk kell a megemelkedett tervezői díjakat, és mivel szakmunkás hiány van az építőiparban, ezért jobban meg kell fizetni a jó szakembert is. Az új lakásokhoz, házakhoz a 10+10-es csokkot igénybe veszik, ezért az emelkedett árakon is értékesíteni tudják az ingatlanokat, mondják ebben az értékesítő irodában. Ha most egy lakás négyzetméter árára viszonyítjuk, ez jelentős mértékben 280-350 ezer forint között mozog, de ugye ezeket a lakásokat ugye nagy részt a 10+10-es csok és hitelre keresik a vevők is, úgyhogy ez ugye önmagában már egy picit pénzügyileg nekik előnyt jelent, hogyha a 10 milliós csokot a három gyerekre meglévő gyerekre vagy vállalt gyerekre majd be tudják építeni. Aki teheti, inkább új lakást vagy házat vásárol, nem pedig használtat, mert a kettő közötti árrés jelentősen csökkent. Nyíregyházán a legalább 60 négyzetméteres új építésű lakások átlagban 18-20 millió forintba kerülnek. Ezekhez körülbelül 2 millióért kap garást a vevő. A téglagázos lakások ára csak enyhébben emelkedett, 150-200 ezer forintos négyzetméter áron kínálják. A panel lakások ára viszont itt arányaiban nagyot ugrott, egy 50 négyzetméteres használt lakás akár 10 millió forintba is kerülhet.